A Magyar Színházak 33. Kisvárdai Fesztiválja nem csak a színházaknak ad lehetőséget a találkozásra. Ez alkalommal a magyar és a román kultúráért felelős államtitkárok is egyeztettek. A művelődési központban a megnyitó ünnepség előtt rendezett sajtótájékoztatón Fekete Péter elmondta, Demeter Andrással áttekintették a két ország kulturális együttműködési lehetőségeit egy új, a 2008-as événél erősebb, hosszú távú egyezmény megfogalmazásának szükségességét. Ez egy nagyon eredményes tárgyalás volt, amit ma folytattam államtitkár kollégámmal. Jól tudtuk áttekinteni, hogy milyen tennivalóink vannak. Talán az első számú tennivaló, hogy rendet rakjunk a kulturális együttműködés hiánya kapcsán. Évek óta nincs a két országnak kulturális megállapodása érvénybe. Ezt most mi gyorsan leporoljuk, gyorsan átnézzük, hogy mi az, amit aktualizálni kell, és bízom benne, hogy heteken belül aláírunk egy ilyen szerződést. A két államtitkár olyan konkrét ügyekről is egyeztetett, mint a Nagyváradi Színház helyzete, illetve a román és magyar filmhét megszervezése. Hosszú évek óta hiányzik, és ami egy reális, egy nagyon konkrét segítségnyújtást jelent az együttműködés szintjén, ez a román-magyar kulturális keret megállapodás, amely 2008 óta nem került megújításra, és ez egy olyan mégis nem jogi keret, hanem egy olyan megállapodásos keret, amely elősegíti a feleket, illetve mindazokat a kulturális intézményeket vagy kezdeményezéseket, amelyek a határokat át szeretnének nyúlni, hogy ez megvalósuljon. A sajtótájékoztatón köszöntőt mondott Petneházi Attila, az EMMI magyar-magyar kapcsolatokért felelős kulturális biztosa, aki kiemelte, a színházak nehéz évadon vannak túl, ezért is nagyszerű, hogy most lehetőségük van a közönséggel lépni Kisvárdán. Egy ilyen helyzetben külön értéke van annak, ha sikerül megrendezni egy fesztivált. Így van ez most Kisvárdán is. És azt hiszem, mind a játszóknak, mind pedig a nézőknek ad egy külön töltetet, ahogy beülnek erre a közös nagy csodára, erre a társasjátékra, amit színháznak nevezünk, mert olyan energiák szabadulnak, amik, ha szabad így fogalmazni, bent ragadtak egész évad alatt, mert ugye jóval kevesebb előadás valósult meg. A fesztiválon a következő napokban fellép még többek között a Marosvásárhelyi, a Zentai és a Nagyváradi Színház. A záróünnepséget szombaton rendezik, ahol a Budapesti Operettszínház Boris Vian revüjének tapsolhat a nagy érdemű.